Sziasztok, Tóth Marcál vagyok, a TudatosTrader.hu projektnek a kereskedője. Ebben a videóban a naplózásról, eredmények áttekintése és a statisztikai adatoknak a gyűjtéséről fogok veletek beszélni. A, ebben a hónapban egy ö, ö, nagyon szuper lehetőséget kaptam egy cégtől, hogy ö, egy úgynevezett Tesz számlájukat kereskedjek, amit hogyha valaki sikeresen a szabályoknak megfelelően kereskedik, akkor ez a cég, illetve hasonló cégek a, a kereskedő mögé állnak előre megszabott tőkével. A program neve, amiről beszélni fogok, ez az Earn to Trade Countlet, és előre elnézést kérek azoktól, akik nem tudnak teljesen angolul. Több angol rész is lesz a mai videóban, de amit tudok, azt fordítani fogok. A program lényege az, hogy egy 25.000 dolláros számlán kell összehozni 2.500 dolláros profitot, ami annyiban különbözik egy demo számlától, hogy itt van tétje a kereskedésnek és felügyelik a kereskedésedet, ami nagyon-nagyon hasonlóá teszi az éles számlán való kereskedéshez, és így egy ö, szuper ö, gyakorló terület olyanoknak, akik szeretnék a kockázatokat ö, 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 csökkenteni, illetve olyan kereskedők, akik ö, hisznek abban, hogy ö, sikeresen meg tudnak felelni egy ilyen programon, és ö, sikeresen tudnának együttműködni egy, ö, egy befektetési céggel a jövőben. Szabályok nagyon-nagyon egyszerűek. Ö, 10%-os profitot kell elérni 60 nap alatt, úgyhogy 10%-os kockázat alatt maradunk. Jelenleg a 14. napomnál tartok, hétvégékkel, ünnepekkel, ügyintézésekkel együtt. Gyakorlatilag ez a dolog folyamatban van, március 7-ig tart. A, a jelenlegi profit a broker után az... 600 kicsivel több mint 600 dollár két és fél százalék tehát a, a negyede annak, ami amit szeretne látni a cég és a, az eddigi legnagyobb kockázat a nézve az kevesebb ö, volt mint egy tized százalék ami, ami szerintem arányaiban nagyon jó a hozamhoz képest és mindjárt belenézhetünk, hogy milyen mm, kötések zajlottak. Viszont az első dolog, amit mindig figyelek, az az, hogy posszolnak-e a statisztikai eredmények a, a broker számlán, vagy akár egy ilyen cégnek a számláján kiírt eredményekkel. Tehát itt is tudjuk, hogy a bruttó profit az kicsivel több, mint 700 dollár és akkor abból lejöttek a különböző díjak és így lett 634,65 az eredmény, ami teljesen szuperul megegyezik és ez azért is fontos, mert így uh, én is láthatom, hogy ha elkezdtem az adatokban az áskálódást, akkor nem egy uh, egy hibás adatsoron fogok uh, végigmenni, amiből akár hibás uh, következtetéseket is vonhatok le. A másik hely, ahol főleg dolgozok, az a saját magam által kreált Excel naplók, és annak ellenére, hogy nagyon jó a Journalytics nevű automatikus, analitikus szoftver, még mindig az excel preferálom, ugyanis nálam ez 95%-ban automatizált, és egyben lehetőséget ad arra, hogy bármit, bárhova áthelyezzek, módosítsak, ahogy én is fejlődök, növök, úgy tud velem alakulni a saját igényeim szerint. És azt is hozzátenném, hogy a rendszerek és a szokások legyenek egyszerűek és használhatóak, mert én már sokszor beleestem abba a csapdába, hogy túl komplikáltam valamit, és ezért egy idő után abba hagytam a használatát, és mindig törekszem arra, hogy a kereskedésem és a naplózásom és az ezeket körülvevő rendszerek és legyenek minél uh, szimplábbak, és minél inkább uh, automatikusabbak, tehát minél kevesebb döntést kell meghozni, minél kevesebb adatot kelljen kitölteni, uh, forogjon a gép magától. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Az első dolog, amit, uh, amit csinálok egy ilyen naplóban, az az, hogy ugye bármilyen szoftvert, amit használok, uh, van egy fül, ahova ki exportálom az eredményeket, és ezt leginkább szeretem tisztán hagyni, csak pár dolgot, pár dolgot jegyzek ki magamnak, hogy tudjam, hogy milyen terméken kereskedtem, ami nálam leginkább a micro IS és a sima IS, tehát az S&P 500-nak a határidős változata, illetve a az aktuális uh, eredmények és a per kontraktus eredmények, és akkor ezeket az adatokat uh, szoktam tovább menteni. Nagyon egyszerűen csak átmásolom az egyik naplóból a másikba, és a másik naplóból átmásolom a harmadikba. Tehát nálam a, az ilyen naplókba leginkább a kereskedési eredmények mennek bele, és a brókerdiakat uh, utólag adom hozzá, így uh, bármilyen uh, brokernél kereskedek, magát a tevékenységemet, azt egységesen uh, tudom mérni, ugyanis uh, óriási különbség van brokerek között, és nagyban befolyásolhatják az eredményeket, amik fontosak, de általában a kalkuláció legvégén, és uh, ebben a programban a díjak, amik, uh, amik uh, számolásra kerülnek, az a Mikro S&P-nél 2 dollár 10 cent, az S&P-nél pedig 4 dollár 40 cent, ami azért is fontos, mivel leginkább a mikro S&P-vel terveztem kereskedni, viszont ez egy nagyon magas díj, ugyanis egy sima cégnél ezt bőven-bőven 1 dollár alatt lehet kereskedni, és hogyha mondjuk veszel belőle 4-5-5 per kötés, akkor akkor ami, ami, ugye a Micro S&P az a tizede a, a sima IS-nek, akkor nagyon magasra felfuthatnak a brokerdiak. Még láthatjátok, hogy az esetemben jelenleg ö, több mint 10% a brokerdi, ami azt mondom, hogy rendben van, de könnyen el lehet szállni egy ilyennel, hogyha nem vigyázunk rá. Úgyhogy mindig dolgozni kell, hogy ez, ö, hogy ez alacsony maradjon, és ezért kell kommunikálni a brokerekkel is. Az első uh, statisztikai fül, amit, uh, amit figyelni szoktam, az az, hogy uh, az aktuális eredményeimet uh, összehasonlítom alternatív uh, pozíció uh, menedzsmenttel, és ez azért fontos számomra, mert uh, nagyon kíváncsiak arra, hogy mondjuk mi történne, hogyha egy pozíciót megkötnék, és nem nyúlnék hozzá, vagy mi történne akkor, hogyha mondjuk kétszer akkor a kétszer akkor pont mennyiségű célárat választanék, illetve különböző paramétereket. szóval még egy algoritmikus stratégiánál különböző tesztparaméterek, paraméterek, nálam is vannak ilyenek, és amiket figyelek, az az, hogy mennyi a pont eredményen per kontraktus. Uh, mennyi volt a, az a mozgás, amit uh, amit megtett a piac, uh, úgyhogy benne voltam, mennyi az a mozgás, ami potenciálisan benne volt egy ilyen pozícióban, uh, mekkora volt az aktuális kockázatom, mekkora volt az a maximum kockázat, ahol mondjuk egy uh, stoppot helyeztem volna, ez nem azt jelenti nálam, hogy azt a kockázatot... Uh, hagyni fogom a pozíciót, hogy odáig elmenjen, de ott mindenképpen kis toppolódott volna, illetve különböző ATR, tehát Average True Range, ami egy volatilitásmérő adatokat szoktam gyűjteni, és ebből az egészből, amit nekem kell kitölteni, ez a manuális potenciája egy mozgásnak, illetve a, a maximális kockázatot a pozíciónak. És ebből a program, illetve az ATR, és ebből a program kiszámolja a, a különböző eredményeit a stratégiáknak. Tehát mi lett volna, hogyha ahelyett, ahogy én kizárom a pozíciót, mondjuk egyszeres fix ATR-re volna, vagy mondjuk ö, többszörös ATR-ét láthatjátok, hogy X egyenlő 2 vagy 3, illetve mi lett volna, hogyha mondjuk egy pontos céláram van, két pontos célár, vagy mondjuk, hogy ha akarom, akkor állíthatom mondjuk 1,5-re. Jó, és akkor ez a, ez a kezdeti kockázatnak az egyszerese, tehát a, az úgymond 1R, illetve ez az 1R ami az aktuális kockázatom, és akkor ennek a partnere a 2, 3, L és uh, itt a második sorban látható a stratégiáknak a, az mi lett volna az eredménye uh, 17 kötés után, és a legjobb 3 szoktam kiemelni, ami az egyszer ATR lett volna a két pont ami egyáltalán nem meglepő a S&P nél ugyanis az ATR átlagosan is két pont nagyon hasonló ö, stratégek, és ez egy nagyon harmonikus mozgás ö, az S&P nél illetve az ö, 1R is jó eredményeket hozott volna, és láthatjátok, hogy mondjuk az 1R aktuális, de például a háromszor a kezdeti kockázatnak az r az ö, nagyon sok vesztőt hozott volna. Hiába hoz egyszer egy nagyon szép trédet, akkor is összességében vesztő lett volna, és hozzá kell tenni, hogy ezt a részét, mivel én töltöm ki, ezt nagyon konzervatívan szoktam figyelni, és hiába van, hogy mondjuk a piac mozog a következő még két napokban 50 pontot, hogyha van egy nagyobb ellenmozgás, akkor azt már nem mérem, mert valószínűleg ott, ott már zárnám a pozíciót, tehát ez a rendszert inkább kis mozgásokra figyelem, ugyanis aki mondjuk uh, sprinter, az lehet egy középtáv futó szerintem, de ne nehezebb átállni rögtön egy maraton futóra, és ezért én mivel egy uh, nagyon kicsi uh, kis mozgásokra uh, kötőkereskedő vagyok, ezért elsősorban szerintem azt kell megfigyelnem, hogy mi lenne, hogyha középtávú mozgásokra kötnék, mint mondjuk a 5 pont, 10 pont, és utána abból növeszteni, hogy mi lenne, hogyha mondjuk akár mondjuk 50 vagy 100 pontos mozgásokat akarnék megfogni a termékem. Tehát az aktuális eredmények egyelőre verik mindegyiket, viszont ugye ezekhez azt is kell figyelni, hogy mekkora kockázatot vállaltam, illetve milyen ö, nyerő arányokba értem el ezeket az eredményeket, mert ez mindig nagyon fontos. És most egyelőre csak ezzel fogunk foglalkozni, az aktuális eredményekkel, és ö, itt egy kicsit mélyebbre áshatunk bennük. Tehát láthatjátok, hogy 17 kötés volt, január 8-tól. 17 év, ugye két terméken a mikro és a sima ISN, különböző pozíció méretekkel és különböző eredményekkel, ezt innen töröljük. Tehát számomra az egyik legfontosabb mérőszám a, az eredményeim áttekintésében az az expectancy, ami a, az átlagos nyerő, az átlagos vesztő a sorozatban, és a nyerő, illetve vesztő üzletek számaiból adódik össze, és hogyha ez a négy szám nem szerepel az egyenletben, akkor ez az egyenlet hiányos, hiába van valakinek tízszer akkor a nyerője, mint átlagos vesztője, hogyha ahhoz nincsen megfelelő nyerési arány, illetve hiába van valakinek nagyon magas nyerési aránya, hogyha ahhoz nincs meg a megfelelő hozam kockázati arány, szóval szerintem ezt egyben kell figyelni mindig, és a képet erre a következő, tehát a nyerő ször a nyerő arány, és ebből kivonjuk a vesztő mennyiség szorozva a, a vesztő arány, ami ebben az esetben egy mínusz nyerő arány és szerintem ezt a számot pontosan tudnod kell, hogyha, hogyha sikeres szeretnél lenni a tőzsdézésben. Tehát ami az én esetemben 1,84 pont, ami egy jó százalék, ám bár ö, kicsi a, a sorozatszám, és ö, tulajdonképpen ebben a sorozatban az átlagos nyerő az ö, <coughs> Két pontos, és az átlagos vesztő pedig egy pontos, a nyerő százalék pedig 94 százalék, tehát 16 ö, tréd ö, ö, pozitív hozamban zárult még egy kötés negatívval. És ö, ez nagyon szuper, csak jelenleg ez keveset mond el az átlagos vesztőkre, ugyanis ez egy kötés volt. Persze nyilván az ember örül neki, de egy hosszabb sorozatban nyilván ugye minél több részből áll, annál pontosabb adatokat tudunk kapni. És különböző expectancy szoktam figyelgetni. Ezen a hollapon, aminek az a neve, hogy Equity Curve Simulator, és nagyon ajánlom és be tudod írni, hogy például ha egy kezdő tőkét van, és mondjuk 60%-os a nyerő arányod, és 1 egy az 1-be a vesztő arányod, akkor mondjuk 100 kötés után ö, milyen eloszlása lenne az eredményeidnek? Tehát láthatod, hogy ö, akár lehetne olyan is, ahol ö, 100 kötés után veszteségben vagy, de lehetne olyan is, ahol 100 kötés után... Ö, 59% tehát 60% profitban vagy úgyhogy óriási eloszlás van és persze ezt meg is hosszabbíthatjuk és az átlag ezeknek az átlaga ad ki egy egy használható mintát arra, hogy, hogy milyen irányba halad a kereskedésed és ez, ez a lényeg, hogy ez pozitív legyen és felfele és akkor ide szoktam beilleszteni a számokat, és azért szeretem a equity-nek a 100 eurót, vagy 100 dollárt, vagy bármit, mert uh, tulajdonképpen így százalékba tudom figyelni. Tehát nagyon fontos, hogy nálam hiába uh, két pont az átlagos nyerő, és ugye egy pont az átlagos vesztő, ami két R lenne, a valójában dollár értékben, mivel két terméket kereskedek, ezért dollár értékben kell néznem, szóval ha innen kitöllöm az 50 dollárt, ami a vesztő, akkor láttam, hogy az átlagos nyerőm az valójában ide berakom, hogy ugye mínusz 51 pont az átlagos vesztőm, most ez, ez az adat, amivel tudunk dolgozni, és 48 dollár az átlagos a uh, nyerőm. Itt a Jigsaw platformon is láthatjuk, hogy az átlagos nyerő az 48 dollár 5 cent, még az átlagos vesztő az 50 dollár, tehát uh, nagyjából ez az 1R, uh, ami, ami, nálam most uh, operál, tehát uh, tört R, ahogy szokták mondani, és, uh, mondani, és egy, uh, ez egy mítosz is egyben szerintem, hogy Alacsony, illetve egy alatti erre nem lehet uh, jó hozamot teremteni, hát uh, ebben sok valóság szerintem nincsen. Az átlagos kockázatom, az nem egy százalék, hanem itt láthatjátok, hogy a számlához képest az átlagos uh, kockázatom uh, az per trade, az uh, 0,4%, és ezt úgy számoltam ki, hogy ez az aktuális kockázatom, ami ami kötés közben ellenem ment a piac, és ez az a kockázat, ami a, ahol a, az a kezdeti stop van, amit úgy hívok, hogy in risk, tehát egy maximális kockázat, és valahol a kettőnek az átlaga ad egy valós értéket, amivel amivel itt számolok ebben a képletben, és innen tudom, hogy ami nálam reális lehet, az egy 0,4% vagy 39%. Ami csökkentés nem kell, hogy elég egy vonal, ugyanis nagyon sok különbség nincsen a különböző futtatások között. Szóval az átlagos egy durván kerekített átlagos kockázat az 0,4% bár az aktuálisan ennél is kevesebbel dolgozok, ami a jelenlegi eredményemhez képest inkább 0,2% és így látható, hogy 17 kötés után 3% hozamnál vagyok és ahhoz, hogy 10%-ot elérjem ahhoz 60, illetve turván 60 kötésre van szükség ö, ezekkel az eredményekkel. Tehát ezek, azt mondom, ezek az objektív ö, eredmények, ahogy haladok, de mi az, ami amiben ezek kerültek, ö, mik azok a finomabb szintek, amiből, ö, amiből lehet különböztetni, illetve lehet ö, különböző eredményeket levonni, tanulságokat mégis, hogy ha mondjuk ez egy kereskedőnek nézem az eredmények, mi, mi, az, ami, ami hibái lenne, milyen irányba induljon el, mit mondanék nekik, és neki, és az első dolog az az lenne, hogy például Uh, ez az LTD nevű dolog, itt az Explanation, mert mindig hozzá szoktam érni valamihez, mert van, hogy én magam is elfelejtem, ez az Entry Drawdown. Ez annyit jelent, hogy ha van egy kötésed, és a kötés elindul, akkor ö, hány pontot esik vissza, amelyek te mondjuk bezárod ezt a kötést. Ez azt jelenti, hogy ö, megtartottad, és nem valahol becsuktad a felfelé menő, semmilyen ellentétes ö, mozgás nem történt, ö, de te bezártad a nullák, ezek ezt jelentik, hogy az én esetemben is elindult, és itt valahol bezártam, pedig közben lehet, hogy a mozgásnak még volt egy potenciája, mielőtt visszament, de az is lehet, hogy itt megfordult, szóval ez önmagában ezt nem árulja el, viszont szerintem, ha túl sok itt a, az, hogy bezárt, az azt jelenti, hogy rázársz az optimális mozgásokra. Szóval az első dolog, amit kiemeltem, az ez volt. A következő dolog, ami szerintem egy jó magyarázatot ad, az az, hogy az eredmények uh, hogyan, hogyan követik egymást, és uh, milyen, milyen arányban vannak egymással? Ez főleg a kockázatnál lesz látható, mert ha ide kirakom, akkor pont értékben azt mondom, hogy ö, vannak kicsi pluszok, van egy kicsi vesztő, ez persze az a jó, hogyha ezek a kicsi vesztők megmaradnak, és ö, vannak nagyobb, nagyobb kiugrások pontokba, ami nagyon jól mutat, viszont az, hogy két ekkora különböző terméket kereskedtem, két különböző mérettel az dollár értékben egy teljesen más eredményt ad. Ugye látható, hogy szinte fel sem, nem is látszanak a, ezek, a, ezek a kis mozgások a, a nagyokhoz képest arányaiba. És ami nagyon fontos, hogy mekkora kockázatot ö, vállaltam, és most az aktuális kockázata fog menni, mert ez az, ami ö, valójában megtörtént. Nem így, hanem egy ilyen grafikonnal látható, hogy a perkötés kockázat, óriási különbségek vannak. Tehát ez miért van? Ha nem, nem ismerném a kereskedőt, aki ilyen esetben én vagyok, akkor, akkor megkérdezném tőle, hogy hogy lehet, hogy a kockázata végalacsonyabb van, és néhány tréden pedig megugrik. Most, mivel ezeket én kereskedtem, én nagyon jól tudom, hogy Nálam leginkább az van, hogy kétféle kereskedés zajlik. A, az egyik, amit úgy hívok, hogy tesztkötés, a másik pedig, amit úgy hívok, hogy a, hívjuk úgy, hogy mondjuk éleskötés. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan lehetőség, amit látok, de ne, nem nehéz eldönteni, hogy ez, ez most akkor mindennek megfelel, vagy csak részben felel meg az elvárásaimnak, de szeretném megkötni valamilyen módon. Szeretném látni, hogy, hogy érezném magam benne. És nagyon sokszor az ilyen, ilyen kötéseket kicsibe szoktam megkötni. És a Gauntlet, ezt a programot is valahogy így kezdtem elkereskedni, hogy a kötésekkel kapcsolatos magabiztosságom hogy zajlott, és azt szerint hogyan növeltem a pozíciót. Mert nagyon sokszor a, a mikro S&P felett tendáltam, amikor pedig cseréltem a sima S&P-re, és ö, egy, ö, egy pozíció már ennyiben megmozgatta egy ö, kétlatos pozíció teljesen hogy mozgatja meg a kockázati keretet, mint az S&P, mint egy egylatos, ö, vagy akár egy ötlatos mikro S&P. Úgyhogy azt mondom, hogy ebben az esetben ez még rendben van, de ez mindenképpen egy olyan dolog, ami, amire ennek a kereskedőnek ö, figyelnie kell. És a másik dolog, ami nagyon fontos nálam, hogy ö, ezt a számlát, mivel én kereskedem a saját számlámat is, mellette ö, kötögetem, és nagyon sokszor... Ö, haladok mondjuk a saját számlámmal, kötök egyet, és nem tudom eldönteni, hogy akkor most ugyanazt lemásoljam ezen a programon, vagy használjam ki arra, hogy mondjuk, ha végzek a saját számlám kereskedésével, akkor mellette kössek, vagy egyén módon megoldjam, mert volt olyan, hogy mondjuk az egyik számlán, az, az éles számlán már pozícióban voltam, és közben feljött egy egy kötés, amikor még az egyik zajlott, de a máskon is megnyitottam, és hogyan tudom utána kezelni, mivel manuálisan kezelek mindent, így ez nagyon sokszor arra késztetett, hogy valahogy reflexzerűen egy kisebb mérettel indítsam el a kötést, mivel szerintem ezek nagyon jó eredmények, de egyrészt alapvetően alul vannak kockáztatva, másrészt pedig egy, egy ilyen kiugró kockáztatás az S&P-n, ugye az, ez könnyedén eltörölheti az előző napoknak az eredményeit. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan dolog, ami szerintem kiugró, és erre figyelni kell a következő időben. Azt sajnos nem tudom megtenni, hogy csak erre figyeljek, mivel számomra ez egy másodlagos számla, és nyilván szeretnék jó eredményeket elérni, ami egyben kátolhat is abban sokszor, hogy hogy valósággal jó eredményeket érjen az ember, ugyanis ö, így így elkezd felni a vesztő a vesztőkötésektől, pedig a rendszernek a része, és ö, lehet, hogy egy alacsonyabb ö, nyerő százalékkal, több megkötött kötéssel ö, több jobb eredményt ö, el lehetne érni, és nyilván ez egy kérdőjel marad, ezt úgy tudok rá választani, hogy a nap végén összehasonlítom a lehetőségeket, és egy írott naplóba jegyzem, hogy ö, mik, mik maradtak ki, mi az, amiket megkötöttem. Úgyhogy ez is, ö, ez is faktor abban, hogy tovább haladjak egyelőre ez, ez, az első számú dolog, amit szeretnék javítani, ez a kockázat, kockázatot konzisztensebben vállalni. Akár úgy is, persze nyilván ez egy nagyon kicsi minta, hogy egy fix stratégiát alkalmazni, mondjuk akár egy fix két pont, vagy egy R aktuális, és, és nem, nem hozzányúlni, és akkor így mentális uh, tér szabadul fel nálam is, hogy akár több kötést végrehajtsak. Há, úgyhogy egyelőre ez az, amit most látok. Hogyha van bármi kérdésetek, ezzel kapcsolatban szeretnétek uh, továbbra is uh, akár látni ilyen tartalmakat, amikben uh, Erről a részéről beszélünk a kereskedésnek, akkor ö, nyugodtan kérdezzetek, jelezzetek, és ö, nagyon jó! És eredményes kereskedést kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok!